Sorakoznak a karácsonyi ajándék ajándékcsomagok a Paksi Polgármesteri Hivatalban. Ezek az elmúlt évek tartós élelmiszert és karácsonyi szalvétát, illatgyertyát tartalmazó ajándékai, hiszen 2020-ban a pandémia idején is fontosnak tartotta a Paksi önkormányzata az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak támogatást nyújtani. Az erről szóló tájékoztató szórólapot a napokban jutatták el a háztartásokba Pakson. Kérelmek elbírálását követően juttatjuk majd el ezeket az ajándékcsomagokat. 2021. december 1 -e és 2021. december 20-a között munkanapokon, munkaidőben. November 25-ig várják a Paksi lakóhelyen rendelkező alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak a jelentkezését. A kérelmezők száma az elmúlt években 7-800 fő között mozgott, idén is számítanak ennyi igénylőre az atomvárosban.